Elegáns oldtimerekkel érkeztek a vendégek a főtérre, a meghívottak a vörös szőnyegen vonultak egészen a színpadig. A filmfesztivált 2010-ben hozta létre a Latinovis Zoltán Alapítvány azzal a céllal, hogy bemutatkozási lehetőséget biztosítson amatőr és profi filmeseknek. Mára már hatalmas érdeklődésre tart számot a programsorozat, több mint 100 alkotás érkezett be a felhívásra. A megnyitón sztár vendégek is felvonultak, Kern András pedig azt is elárulta, hogy mi lehet a titkuk az ötvös csöpi filmeknek. Egyáltalán nem snob, nincs benne semmi olyasmi, ami ne értenének az emberek, vagy ne értékelnének, vagy ne szólna az egyszerű emberekhez is, és ez nagyon vonzó, mert a filmekben van egy kicsi snobizmus általában, és ott szoktak olyan dolgok lenni, amiket az emberek nem értenek, nem szeretnek, nem akarnak, ezekben meg nincs olyan. A fesztiválon minden arról szól, hogy megelevenítsék ötvös csöpi világát. Az eseményre nagyon sok veterán autó vonult fel, azonban nem csak a nyugati, hanem a keleti oldtimereket is meg lehet csodálni. A színházban két mozitermet alakítottak ki, illetve egy Bújtor István emlékkiállítást is nyitottak, ahol eredeti relikviák is helyet kaptak. A program a fiatal korosztálynak is kifejezetten vonzó, akik az ötvös csöpi filmvetítésekre is szívesen beülnek. Mindig azt mondta Bújtor István, hogy az emberek szórakozni járnak a moziba, tragédiának ott az élet. És milyen igaza volt? Tehát akik azt mondják, hogy merre ez csak egy Bud Spencer utánzat, azok nem tudják, hogy ez valójában mit jelent, és hogy milyen alkotásot tudtak nézők millióit annak idején a mozivászon vagy a tévéképernyők elé ültetni, úgyhogy nem csak itt Magyarországon, hanem egész Európában népszerűek és híresek lettek ezek a filmek. Ő valamit létrehozott, amit ma nagyon sokan nem tudnak, de nagyon sokan szeretnének tudni, és a nyomdokaiba erednek. Ez a Bújtor István szellemiség, amit mi a Bújtor István filmfesztiválon úgy a kötelességünk képviseljünk, és örömmel is tesszük. A versenyfilmek között szerepel egészestés nagyjátékfilm, de dokumentum és versfilm, valamint kísérleti fikciós alkotások és animációs filmek is vannak a palettán. A Balaton Színház aulájában fotófal, relikviák és más érdekességek várják a látogatókat. A fesztivál Keszthelyre költözésében kiemelkedő szerepet játszott a város polgármestere. Manninger Jenő úgy véli, Keszthely méltó helyszíne a programnak. Vannak a város már nagy kultúrális eseményei, de azt hiszem, hogy ez méltó ahhoz, hogy ebben a sorba lépjen, és hát egy olyan esemény, ami országszerte ismert, és főleg a Balaton egyik legjelentősebb eseménye lehet, én úgy gondolom. Most az első alkalommal kerül itt Keszthelyen, és hát azt szeretném, hogyha nem csak új helyen lenne, hanem otthonra lelnének. Ez a távlati tervünk, ez volt, és én azt gondolom, ez be fogja most bizonyítani. A hétvégén koncertek is várják az érdeklődőket. A gasztropontokon ötvös csöpi és Piedone kedvenc ételeit lehet megkóstolni. A programokról és a versenyfilmekről a fesztivál honlapján lehet tájékozódni.